Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretettel és mindenkinek csodás napot szeretnék kívánni. A most következő videóban pedig egy szimulátorral fogunk játszani. Mondtam már nektek, hogy szeretnék minél több és minél betegebb szimulátorokat kipróbálni. Ez most sem lesz másképp, ugyanis ajánlottatok nekem egy olyan játékot, aminek az a címe, hogy Zuhanyoz az apukáddal szimulátor. Mégis mi lesz az egész? És a címében még benne van, hogy 2015, amikor kijött ez a játék. Mégis ki az az elvetemült állat, aki ilyet ír a címébe bele a játéknak, de el is indítottam akkor, meg hát egyáltalán mégis ki csinál ilyen játékot? Meg hát ki játszik vele? Jól van, hogyha nem videóznék és nem videóba menne, nem játszanék ilyen játékkal. Vagy csak nem vállalnám fel, tudjátok. Micsoda muzsika van itt! Zuhany az apukáddal szimulátor 2015. Még mindig az apukáddal zuhanyozol. Jól van. Hát akkor indítsuk is el. Kettőféle játékmód van itt? Vagy ezek mégis micsodák? És halljátok, mert most káprázik ettől az egésztől a szemem. Na de rámegyek akkor mondjuk erre. Levágattad a hajad, apa? Igen, fiam. És akkor mi választhatunk, hogy kikkel leszünk, és csináltatok pixel nemi szerveket is, meg minden, és haver, miért nézem én ezt? Ne csináld már velem ezt, mi ez egész? Legyünk mondjuk velük. És akkor a nyilakkal irányítom ezt az egészet, és az a lényeg, nem már, szóval az a lényeg, hogy mindig megtaláld az apukádat, és vele zuhanyozzál, mert hogyha véletlenül másik csávóhoz mész zuhanyozni, akkor vége van és game over. Na de, nyomod, készen állunk, azaz, hol vagy, apa? Jó, jó, micsoda közös zuhany pörög ott? Jajjaj, az idegen bácsik zuhanyozni akarnak velem, jajjaj. Az a lényeg, hogy ne ajolj le a szappanért. Mindig is tanítottam neked, fiam. Hogy lett valamilyen beteg? És most már ilyen csúszást jelző táblák is vannak nehezítésnek. Most amúgy nincsen sok időm nézni, hogy mégis hogy néz ki az egész. De hol van nekem a nemi szervem? Haver! Vagy olyan fiatal vagyok ott még, hogy nem fejlődött ki, vagy mégis mi ez az egész? Mi ez? Most már szappan is van a jelenik. Ki égett? És hol lesz a szappan? Jó? Jó? Jó, zseni? Mit csinál a szappan? Ez miért jó nekem? Ja, itt sokkal gyorsabb vagyok, szerintem. Azaz, az a baj, hogy nem tudom, hogy mennyi a rekordunk, de most már 24-szer, 26-szor. Ne, az idegen bácsihoz mentem. Jaj, annyira megnézném amúgy a készítőt, amikor kipattant ez a fejéből, hogy hallod? Miért nincsen még zuhanyoz az apáddal szimulátor? Csinálni kéne egyet! Na de jövök, apa! Gyere, zuhanyozzunk! Ez a szappan, ez ilyen über meg a durva bónusz, mert ilyenkor amúgy, hogyha egyszer oda megyek, az kettőt ér. Na de lassan szerintem meg is nézhetjük a következő módunkat, ugyanis ebből az egészből... Ajjaj, hogy bedurvul ez! Szóval ebből az egészből már nem sok mindent lehet kihozni, de amúgy ez a cucc időre megy, és hogyha jobb felső sarokban... Hallod, hogy már ennyire megcsúszok a szap, vagy az már nem is szappan volt ott, hanem vannak már pocsolyák is. Na várjatok, csak egy kicsikét belassulok, és megpróbálok. Nem máshoz menni, és elcsúszok a pocsolyán, hallod? Nem akarok itt amúgy felvágni, csak mondom, hogy amúgy rekordot döntöttünk. Na de mi ez a ledobom a törölközött gomb? Aha, így megyek vissza. Na de nézzük most meg a másik módot.
hogy az mégis mit csinál. Na de most mit kell csinálni? Ja! Hogy nehezedik itt, ugyanis folyamatosan borotva? Komolyan? Ugyanis folyamatosan változol, és így sokkal jobban kell koncentrálnod, mi értelme van a karakter választásnak. Te mész hozzá? Te meg akkor hozzá? Te mész hozzá? Te mész hozzá? Na mi ez a borotva? Aha, és most ez mit csinál? Hallod? Mennyi drogot fogyasztottatok? Nekik nem szabad neki mennem amúgy? Ja de! Pont az a lényeg, hogy ezeket az apukákat, vagy nem tudom miket összegyűjtsem. Mennyire beteg már ez a játék? Imádom az ilyen játékokat. Annyi ilyennel fogunk még játszani, hogy csak na. És mi fog történni vajon akkor, hogyha összegyűjtöm az összeset? Megborotváltom az apját, vagy mi? Vagy mi lesz? Én már komolyan bármit kinézek ebből. Hát de haver, hova tűnik a pontom? Most mi értelme volt ennek? Elrontottam és nem tudtam időben összegyűjteni. Most megnyílt egy új játékmód, jól látom? De hallod, mi ez? Most meg már repülünk. Jaj, haver. Nem bírom én ezt egyszerűen. Jaj. És amúgy mennyi apukát is kéne összegyűjtenünk, persze, hogyha nem 69-et. Pont véletlenül annyit kell. Micsoda, véletlen, nem? Hát ez game over lett. Jó, azt engedjük el, de minthogyha az előbb megnyílt volna egy új módunk, és itt is van. És mennyi van még? Sokkal, de sokkal komplexebb ez az egész játék, mint gondoltam. Apa inváz. Miért itt senki ruha itt soha? Na itt mit csinálok? Miért változik folyamatosan a bőrszínem? Ja, hogy itt pedig zuhannak az apukák az égből. És folyamatosan változtatni kell a színem, és a megfelelő apukát elkapni. Annyira beteg ez az egész. Na de mintha még lett volna egy mód, amit már feloldottam, és amit nem próbáltunk ki. A bónusz! A bónusz! Dörzsöld a kutyát! De ez ugyanaz! Ja! Hogy ez volt az a mód, csak az egyik játékmódból hirtelen átváltott ide. Jó. Szerintem nagyjából elkezdtem érteni ezt az egész játékot, szóval akkor zárjuk is le ezt a videót. Totálisan kiégtem én. Mi volt ez az egész? Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, meg minden ott van lent a leírásban. Hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!